Ezt a csúcs technológiás diagnosztikai eszközt adományozta a Bige Holding Kft. A Józsa András Oktató Kórháznak. Az intézmény vezetősége a műszer használatát is bemutatta egy videón keresztül a sajtótájékoztatón. Az eszköz értéke 13,5 millió forint plusz áfa, amelyhez 4 darab kiegészítő készüléket vásárolt a kórház 1,3 millió forint plusz áfa értékben. Bige László kiemelte, nem a szakemberek jobbak külföldön, hanem a kórházak felszereltsége, ezért is segíti a Kft. Különböző adományokkal évről évre a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórházat. Az embereknek az egészségénél fontosabb dolog nincs, és ez az eszköz még hiányzott a Nyíregyházi Kórház palettájáról, eszközpalettájáról, tehát én így úgy gondolom, hogy sok emberen lehetett segíteni pont abból, ami a legfontosabb az egészségünk keresztül. Tehát mi ezt jó szívvel adtuk a kórháznak, és remélem, hogy az emberek pedig jó szívvel fog elfogadni, és meggyógyulnak. Szegedi László főorvos a sajtótájékoztatón kiemelte, az új eszköz nem a rutin vizsgálatokra használják majd, hanem ahhoz az évi körülbelül 15-20 speciális esethez, amelyet eddig nem tudtak elvégezni. Az új műszerrel láthatóvá válik majd az EPE-út, így diagnosztizálhatják majd, hogy gyulladás vagy daganat okozza a szükületeket. De a lézerkészülék alkalmas lesz az EPE kövek összetörésére is. A diagnosztikában ez egy nagy fejlődés jelent, ott, ahol a hagyományos endoszkópos vizsgálatokkal EPE-úti intervencióban, EPE-úti diagnosztikában elakadunk, ott tudjuk ezt alkalmazni. Tehát azt fogják érezni, hogy nem kell más centrumba menjenek, nem kell esetleg külföldre menni, hanem itt is megkapják azt a diagnosztikai lehetőséget, amire szükségük van. A Józsa András Oktatókórházban évente körülbelül 8-900 EPE-úti endoszkópos vizsgálatot végeznek, ezzel az arányal pedig az első között van az ország többi intézményéhez képest.